Háré Krisna. Hát technikai problémák miatt megszakadt a felvétel az imént. Most még már így szaggat a kép. Nem tudok ebben mit csinálni. Tehát a Srimad Bhagavatam második ének, 6. fejezetének 39. versénél megszakadt a felvétel. Úgyhogy innen folytatom, természetesen úgy, hogy a verset előről kezdjük. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Második ének, 6. fejezet, 39. verse. A legfelsőbb eredeti istenség személyisége, az Úr Sri Krishna megjelenik teljes része, Mahávisnu az első inkarnáció formájában, s megteremti ezt a megnyilvánult világmindenséget, noha ő maga születetlen. A teremtés benne megy végbe, s az anyagi szubstancia és az anyagi megnyilvánulások mind ő maga. Ő tartja fent ezeket egy bizonyos ideig, majd újra elmeríti őket magában. Magyarázat. A teremtés nem különbözik az Úrtól, ő még sincs a teremtésben. Ezt a következő képen magyarázza el a Bhagavad Gita 9.4. Az abszolút igazság személytelen felfogása szintén az Úr egy formája, amelyet Avyakta Murtinak hívnak. Murti formát jelent, de mivel személytelen aspektusát korlátolt érzékeinkkel nem foghatjuk fel, ő az Avyakta Murti forma. Az Úrnak ebben a megérthetetlen formájában nyugszik az egész teremtés, más szóval az egész teremtés maga az Úr. A teremtés nem különbözik tőle, ám ezzel egy időben ő mind az eredeti istenség személyisége, Sri Krishna távol marad a teremtett megnyilvánulástól. A személytelen filozófiát vallók az Úr személytelen formáját, aspektusát hangsúlyozzák, s nem hisznek az Úr eredeti személyiségében. A vaisnavák azonban elfogadják az Úr eredeti formáját, akinek személytelen megnyilvánulása pusztán egyike aspektusainak. Az Úr személytelen és személyes felfogása egyidejűleg létezik. Ezt a tényt érthetően alátámasztja mind a Bhagavad Gita, mind a Srimad Bhagavatam, valamint más védikus írások is. Azt, ami az emberi intelligencia számára felfoghatatlan, egyszerűen csak el kell fogadni az írások hitelességének alapján. Igazán megérteni csak az Úrnak végzett, odaadó szolgálatban tett fejlődés hatására lehet, nem pedig elmebeli spekulációval vagy induktív logikával. Az impersonalisták többé-kevésbé az induktív logikára támaszkodnak, ezért örök sötétségben maradnak az eredeti istenség személyiségével, Sri Krishnával kapcsolatban. Felfogásuk Krishnáról nem világos, noha a védikus írások mindent érthetően leírnak. A szegényes tudás nem segít az Úr eredeti, személyes formáját megérteni, amikor jelen van mindenben. Ez a hiányosság leginkább annak az anyagi felfogásnak köszönhető, mely szerint egy szubstancia nem létezhet többé eredeti formájában, ha számtalan részre oszlik. Az eredeti istenség személyisége, Adiyah, Govinda kiterjeszti magát Mahávisnu inkarnációként, s megpihen az okozati óceánban, amelyet ő maga hoz létre. A Brahma Samhita 5.47 a következőképpen erősíti ezt meg. Az eredeti urat, Govindát imádom, aki az okozati óceánon fekszik teljes értékű kiterjedéseként, mint Mahávisnu, akinek transzcendentális teste pórusain át árad ki az összes univerzum, s aki az örökké valóság misztikus álmát alussza, mondja Brahmaji a Brahma Samhitában. Ez a Mahávisnu az első inkarnáció a teremtésben, s tőle származik az összes univerzum és minden anyagi megnyilvánulás sorra egymás után. Az okozati óceánt az Úr hozza létre Mahat tatvaként, amely egy felhő a lelki égen, s ez csak egy része különféle megnyilvánulásainak. A lelki ég nem más, mint személyes sugarainak kiterjedése, s ő maga a Mahat tatva felhő is. Leheveredik, s légzésével létrehozza az univerzumokat, majd azáltal, hogy garbodakasai Visnuként minden univerzumba behatol, megteremti Brahmát, Sívát és a többi félistent, hogy fenntartsák az univerzumot, majd újra elmerít mindent személyében, ahogy azt a Bhagavad Gita 9.7 írja. Ó Kunti fia, amikor egy kalpa, azaz Brahmá élete véget ér, minden teremtett megnyilvánulás energiámba, Prakriti, hatol, és amikor arra vágyom, újra megteremtem őket személyes energiám által. A végkövetkeztetés az, hogy mindez nem más, mint az Úr felfoghatatlan személyes energiájának megnyilvánulása, amelyet senki sem ismerhet teljességében. Mindenről azonban már többször beszéltünk.
40 és 41. vers. Az Istenség személyisége tiszta, mert mentes minden anyagi szennyeződéstől. Ő az abszolút igazság, valamint a teljes és tökéletes tudás megtestesülése. Mindent átható, kezdet és vég nélküli, és nincs senki, aki a nyomába érhetne. Ó nárada, ó nagy bölcs, a kiváló gondolkodók akkor ismerhetik meg őt, amikor teljesen megszabadultak minden anyagi vágytól, s menedékre találtak az érzékek zavartalan állapotánál. Másképp ingatag érveink hatására minden eltorzul, s az Úr eltűnik szemünk elől. Magyarázat. Ez a vers leírja, hogy az Úr távol marad az ideiglenes anyagi teremtésben végrehajtott transzcendentális tetteitől. A májavádi filozófia úgy próbálja meghatározni az Urat, mint akit beszennyez az anyagi test, amikor inkarnációként jelenik meg. Ez a vers azonban cáfolja ezt, se elmagyarázza, hogy az Úr minden körülmények között tiszta. A májavada filozófia úgy véli, hogy a szellemi lélek akkor kapja a dzsíva elnevezést, amikor tudatlanság fedi be, ám amikor mentese tudatlanságtól, akkor az abszolút igazság személytelen létébe olvad. A versben azonban azt olvashatjuk, hogy az Úr örökké a teljes és tökéletes tudás szimbóluma. Ez az ő különlegessége, örökké mentes minden anyagi szennyeződéstől. Ez az, ami megkülönbözteti az Urat az közönséges élőlényektől, akik könnyen a tudatlanság hatása alá kerülnek, s így anyagi megjelölésre tesznek szert. A védák azt mondják, hogy az Úr Vigyanam Anandam, boldogsággal és tudással teli. A feltételekhez kötött lelkeket sohasem lehet hozzáhasonlítani, mert minden egyéni lélek nagyon könnyen beszennyeződik. A felszabadulás után az egyéni élőlény ugyanolyan létre tehet szert, mint az Úr, ám amiatt a tulajdonsága miatt, hogy beszennyeződhet, ami sohasem történhet meg az Úrral, mindig különbözni fog az Úrtól. A védák kijelentik. Shuddham Apapa Vidham. Az egyéni átmát beszennyezi a bűn, ám az Urat sohasem éri e féle szennyeződés. Hatalmas naphoz hasonlítják őt, s a nap, mert olyan hatalmas, soha semmivel nem szennyeződik be. Ellenkezőleg, sugara is sterilizálnak mindent, ami fertőzött. Éppen így az Urat sem szennyezik bűnök, hanem a bűnös élőlények tisztulnak meg, ha kapcsolatba kerülnek vele. Ez azt jelenti, hogy az Úr, akárcsak a nap, szintén mindent átható. Ez a vers éppen ezért a pratyak szót használja. Nincs olyan dolog, ami ne tartozna bele az Úr energiái kiterjedéseinek létébe. Az Úr mindenben benne van, s mindent befed, anélkül, hogy az egyéni lelkek cselekedetei megzavarnák. Éppen ezért ő végtelen, míg az élőlények parányjak. A védákban az áll, hogy csak az Úr létezik egyedül, s minden más dolog tőle függ. Ő a forrása mindenki életerejének, és ő minden más kategórikus igazság fölött a legfelsőbb igazság. Tőle származik minden fenség, ezért senki sem lehet egyenlő vele, fenségét tekintve. Minden fenséggel teljességében rendelkezik, vagyonnal, hírnévvel, erővel, szépséggel, tudással és lemondással, éppen ezért kétségtelenül ő a legfelsőbb személy. S mivel személy, számtalan személyes tulajdonsága van, noha az anyagi kötőerők fölött áll. Korábban már megvitattuk ezt az állítást. Itham Buta Guno Hari. Bhagavatam 1.7.10. Az Úr transzcendentális cselekedetei olyan vonzóak, hogy még a felszabadult lelkek, átmarámák is vonzódnak hozzájuk. Bár rendelkezik minden személyes tulajdonsággal, mégis mindenható, és személyesen semmit nem kell tennie, mert mindenható energiáin keresztül hajt végre mindent. Ezt erősítik meg a védikus mantrák. Parashya Shaktir Vividhaiva Shruyate Svabhaviki Gyana Bala Kriyacha. Ez sajátságos lelki formájára utal, amelyet anyagi érzékekkel sohasem lehet felfogni. Csak akkor lehet látni, amikor az érzékek az odaadó szolgálat révén megtisztulnak. Yam Evasya Vrinute Tena Labiyah. Így aztán az Úr és az élőlények között sok szempontból alapvető különbség van. Senkit sem lehet az Úrhoz hasonlítani, jelentik ki a védák. Ekam evadityam brahma, dvaitad vaibayam bhavati. Az Úrnak nincs vetélytársa, nem kell félnie egyetlen más lénytől sem, és senki nem lehet vele egyenlő. Tőle származik minden más lény, ám alapvető különbség van közte és a többi lény között.
Máskülönben mi értelme lenne az előző versben tett kijelentésnek, miszerint senki sem ismerheti őt 100%-osan eredeti formájában, na jam vidanti tatvena. Ez a vers szintén arról beszél, hogy senki sem értheti meg teljességgel őt, ám megemlíti azokat a tulajdonságokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy bizonyos fokig megismerhessük. Csak a prasánták tiszta baktái ismerhetik őt jobban. Ennek az az oka, hogy a baktáknak nincs más követelésük az életükben, mint hogy az Úr engedelmes szolgái lehessenek, míg mások, az empirikus filozófia követői, a misztikus jogik vagy a gyümölcsöző tetteket végzők, alapjában véve mind vágynak valamire, s így nem lehetnek békések. A gyümölcsöző munkát végző, a tetteiért várt jutalmat, a misztikus különleges képességekre vágyik az életben, az empirikus filozófia híve az Úr létébe akar olvadni. Amíg az ember valamilyen formában érzékkielégítésre vágyik, addig nincs esélye a megbékélésre, ellenkezőleg a szükségtelen, unalmas és spekulatív viták rossz utat mutatnak, s így az Úr még távolabb kerül a megértésünktől. Az unalmas spekuláció kedvelői azonban, mivel követik a lemondás és vezeklés szabályait, valamilyen szinten megismerhetik az Úr személytelen aspektusát, ám arra, hogy végső formáját, Govindát megismerjék, nincs esélyük, mert csak az amalátmanák, akik teljesen mentesek minden bűntől, tudják elfogadni az Úr tiszta odaadó szolgálatát, ahogyan azt a Bhagavad Gita is megerősíti. 7.28. 42. vers. Karanar Navasai Vishnu a legfelsőbb Úr első inkarnációja. Ő az örök idő, a tér, az ok és okozat, az elme, az elemek, az anyagi ego, a természet kötőerői, az érzékek, az Úr univerzális formája, Garbhodakasai Vishnu és az összes mozgó és mozdulatlan élőlény ura. Magyarázat. Már sokszor beszéltünk arról korábban, hogy az anyagi teremtés nem állandó. Az anyagi teremtés a mindenható Isten anyagi energiájának ideiglenes megnyilvánulása. Erre az anyagi megnyilvánulásra azért van szükség, hogy lehetőséget adjon feltételekhez kötött lelkeknek, akik nem akarnak társulni az Úrral a szerető transzcendentális szolgálat kapcsolatában. Ezek a lelkek, akik vonakodnak az odaadó szolgálattól, nem léphetnek be a lelki lét felszabadult életébe, mert a szívükben nem akarnak szolgálni, inkább Istent utánozva élvezetre vágynak. Az élőlények alapvető természetük szerint az Úr örök szolgái, de néhányan, akik visszaélnek a függetlenségükkel, nem akarják szolgálni őt. Éppen ezért lehetőséget kapnak arra, hogy az anyagi természetben keressenek élvezetet, melyet májának, illúziónak neveznek. Illúziónak azért nevezik, mert az élőlények mája karmai között valójában nem élveznek semmit, csupán azt gondolják, hogy élvezetben van részük. Ezek az élőlények, akik az illúzió csapdájába estek, időről időre megkapják a lehetőséget, hogy változtassanak torz gondolkodásukon, amelyet követve az anyagi természet hamis uraivá akartak válni, s hogy a védákból megtanulhassák, hogy örök kapcsolatban állnak a legfelsőbb Úrral, Krisnával. Az ideiglenes anyagi teremtés tehát az Úr anyagi energiájának megnyilvánulása, s hogy irányítsa mindezt, a legfelsőbb Úr Karanar Navasai Vishnuként megjelenik, akár egy előjáró, aki felhatalmazást kap a kormánytól, hogy ideiglenesen irányítsa az államügyeket. Ez a Karana Dakasai Vishnu idézi elő az anyagi teremtés megnyilvánulását azáltal, hogy rápillant anyagi energiájára, Sa Aikshata. A Srimad Bhagavatam első énekében már beszéltünk a Jagre Paurusham Rupam kezdetű vers mondani valójáról. Azt az időt, ameddig az anyagi teremtés illuzórikusan megnyilvánul, kalpának nevezik, és ahogyan már azt elmondtuk, a teremtés kalpáról kalpára bekövetkezik. Az Úr inkarnációja és energiájának működése révén minden megnyilvánul, ami a teljes teremtéshez szükséges. Az idő, a tér, az ok, az okozat, az elme, a durva és finom elemek, valamint kölcsönhatásaik, a természet kötőerői, a jóság, a szenvedély és a tudatlanság, megnyilvánulnak az érzékek és azok eredeti forrása, a gigantikus univerzális forma Garbhodakasai Vishnu második inkarnációjaként, s megnyilvánul minden mozgó és mozdulatlan élőlény, amelyek a második inkarnációtól származnak. E teremtő elemek és a teremtés maga nem más, mint a legfelsőbb Úr energiáinak megnyilvánulása, semmi sem független a legfelsőbb lény irányításától.
Karanarvasai Visnu, az anyagi teremtésben az első inkarnáció, az eredeti istenség személyisége, Sri Krishna teljes része, ahogy azt a Brahma Samhita leírja. Számtalan univerzum léte, csak Mahavishnu, Karanarvasai Visnu egyetlen levegővételéig tart, aki csak teljes értékű része Govindának, az eredeti istenség személyiségének, az Úr Krishnának. 43-tól 45. versig. Én, Brahma, az Úr Shiva és az Úr Visnu, az élőlények kiváló ősatyái, Daksa és Prajapati, ti, Nárada és a kumárák, az Indrához és Csandrához hasonló mennyei félistenek, a burlók a bolygók uralkodói, a földi bolygók uralkodói, az alsó bolygók uralkodói, a Gandharva bolygók uralkodói, a Vidyahara bolygók uralkodói, a Charanaloka bolygók uralkodói, a Yakshák, a Raksák és az Uragák vezérei, a nagybölcsek, a nagy démonok, a nagy ateisták és a kiváló űrutazók, a halottak, az ördögi szellemek, sátánok, dzsinek, kusmandák, a nagy vízilények, a nagy vadállatok, a nagy madarak, stb. Más szóval minden, amit rendkívüli erő, fenség, észbeli vagy érzékszervi ügyesség, erő, megbocsájtás, szépség, erény, gazdagság és jó születés jellemez, akár rendelkezik formával, akár nem, sajátos igazságnak s az Úr formájának tűnhet, de valójában nem az. Mindezek csupán töredékei az Úr transzcendentális energiájának. Magyarázat. A felsorolásban szereplők, Brahmaji-tól kezdve, aki az első élőlény az univerzumban egészen az Úr Shiváig, az Úr Visnuig, Náradáig és más hatalmas félistenekig, az emberig, a felsőbbrendű emberekig, a bölcsekig, risikig és a különleges erővel és képességgel rendelkező többi, alacsonyabb rendű teremtményekig, beleértve a halottakat, a sátánokat, az ördögi szelleméket, dzsineket, víziállatokat, madarakat és vadállatokat, a legfelsőbb úrnak tűnhetnek, de valójában egyikük sem a legfelsőbb úr, mindegyikük csak töredék részével rendelkezik a legfelsőbb úr hatalmas energiáinak. A csekély értelmű ember csodálkozik az érzékelhető anyagi világ csodálatos működése láttán, ahogyan a benszülöttek is félnek a hatalmas mennydörgéstől, a nagy és gigantikus banyanfáktól, vagy a hatalmas hegytől a dzsungelekben. A kevésbé fejlett emberi lényekben már akkor is ámulat ébred, ha az Úr energiájának csupán parányi megnyilvánulását megpillantják, a fejlettebb embereket pedig a félistenek és istennők hatalma bűvöli el. Azok, akiket elbűvöl az erő, amellyel az Úr teremtésében minden dolog rendelkezik, ám magáról az Úrról nagyon kevés valódi ismerettel rendelkeznek, azokat saktáknak nevezik, a rendkívüli hatalom imádóinak. A modern tudós szintén elbűvöli a látható természet csodálatos működése, és ezért ő szintén sakta. Ezek a primitív szinten álló emberek fokozatosan felemelkednek, és saudiják, a napisten imádói, vagy ganapatiák lehetnek belőlük, akik ganapati formájában a közönséges embert imádják, Janata Janardana, vagy Daridra Narayan néven. Innen az örökké létező lélek után kutatva felemelkedhetnek az Úr Shiva imádatának szintjére, onnan pedig eljuthatnak arra a szintre, amelyen az Úr Visnut, a felső lelket imádják, anélkül, hogy bármit tudnának Govindáról, az Úr Krisnáról, az eredeti Visnuról. Vannak olyanok is, akik egy fajt, egy nemzetséget, madarakat, vadállatokat imádnak, gonosz szellemeket, ördögöket, és még sorolhatnánk. A közönséges emberek között az is gyakori, hogy Shani Dévát, a szenvedés urát valamit, Sitala Dévit, a himlő istennőjét imádják, és sok olyan ostoba ember is akad, akik a népet vagy a szegényeket imádják. Így tehát a különféle emberek, társadalmak és közösségek az Úr energiájának valamiféle megnyilvánulását imádják, s helytelenül Istennek tekintik mindazt, ami hatalommal rendelkezik. Ebben a versben azonban Brahmaji kijelenti, hogy egyikük sem a legfelsőbb úr, csupán idegen tollakkal ékeskednek, amelyek az eredeti mindenható úrtól, Sri Krishnától származnak. Amikor az Úr azt tanácsolja a Bhagavad Gita-ban, hogy egyedül őt imádjuk, meg kell értenünk, hogy az Úr Krishna imádatában minden előbb említett imádatforma benne van, mert ő az Úr Krishna mindent magába foglal.
Amikor a védikus írások azt mondják, hogy az Úr nem rendelkezik formával, az azt jelenti, hogy az említett formák, amelyeket az univerzum megismerése során tapasztalhatunk, csupán az Úr transzcendentális energiájának különféle megnyilvánulásai, és egyikük sem képviseli ténylegesen az Úr transzcendentális formáját. Amikor azonban az Úr valóban megjelenik a Földön, vagy bárhol az univerzumban, a csekély értelmű emberek helytelenül azt gondolják, hogy közülük való és így forma nélkülinek vagy személytelennek képzelik a transzcendenst. Valójában az Úr nem forma nélküli, de formája nem hasonlítható a számtalan forma egyikéhez sem, amelyet az anyagi világban tapasztalhatunk. Brahmaji tanítását követve meg kell próbálnunk megismerni az igazságot az Úrról. 46. vers. Ó Nárada, most felsorolom az Úr transzcendentális inkarnációit, akiket lila avataraként neveznek. Cselekedeteik hallatán a fülben összegyűlt minden szennyeződésnek nyomavész. E kedvteléseket öröm hallgatni, s végtelen elégedettséget nyújtanak, ezért örökre szívembe zártam őket. Magyarázat. Ahogy azt a Srimad Bhagavatam elején olvashatjuk, 1.5.8, az ember nem elégedhet meg teljesen azzal, amit hall, amíg lehetőséget nem kap arra, hogy az Úr transzcendentális cselekedeteiről halljon. Brahmaji ezért szintén kihangsúlyozza ebben a versben, mennyire fontosak az Úr transzcendentális kedveléseiről szóló elbeszélések, melyek azt mondják el, hogyan szállt alá és hogyan nyilvánult meg az Úr itt, az anyagi világban. Minden ember szeret kellemes történeteket hallgatni, s így szinte mindannyian a híreket és tudósításokat hallgatjuk, amelyeket a rádió közvetít. Gondot csupán az jelent, hogy az efféle hírek meghallgatása senkit sem tesz elégedetté. Az elégedetlenségnek az az oka, hogy mindaz, amit hallunk, nem az élő lélek legbelsőbb régiójához szól. Ezt a transzcendentális írást Srila Vyászadé főként azért alkotta meg Sri Nárada Muni tanácsát megfogadva, hogy a legnagyobb elégedettséget nyújtsa az embereknek az Úr kedveléseinek elbeszélésével. Az Úr cselekedeteit alapvetően két csoportba sorolhatjuk. Az egyik csoportba azok a tettei tartoznak, amelyek az anyagi teremtő erő evilági megnyilvánulásaival kapcsolatosak, a másik csoportot pedig a különféle inkarnációik formájában az időnek és a helynek megfelelően végzett kedvtelések alkotják. Az Úrnak számtalan inkarnációja van, akárcsak a folyó hullámai, amelyet szünet nélkül a partra vetődnek és visszahúzódnak. A csekély értelemmel megáldott emberek az Úrnak az anyagi világban megnyilvánuló teremtő energiájához vonzódnak, s mivel kapcsolatuk az Úrral megszakadt, tudományos kutatás címszó alatt meg annyi teremtés elmélettel állnak elő. Az Úr baktái azonban jól tudják, hogy a teremtő erők az Úr anyagi energiájának működése révén cselekszenek, ezért őket jobban érdeklik az Úr transzcendentális cselekedetei, amelyeket az anyagi világba alászálva mutat be. A Srimad Bhagavatam az Úr kedvteléseit meséli el, s akik szeretik hallgatni a Srimad Bhagavatamot, megtisztíthatják szívüket a rárakódott anyagi szennyeződéstől. Tengernyi könyv és más kiadvány kapható manapság, amelyek csak a szennyes dolgokról írnak, ám aki a Srimad Bhagavatamhoz vonzódik, az elveszti érdeklődését az efféle írások iránt. Sri Brahmaji most fel akarja sorolni az Úr legfőbb inkarnációit, hogy Nárada megízlelhesse történeteik transzcendentális nektárját. Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad Bhagavatam második énekének 6. fejezetéhez, melynek címe a Purusa Sukta megerősítése. Következő alkalommal a 7. fejezettől folytatjuk, melynek címe meghatározott időben megjelenő inkarnációk és küldetésük. Reméljük nem lesznek technikai problémák, és akkor nem fog megszakadni a felvétel. Srila Prabhupád ki jaj, Srimad Bhagavatam ki jaj, Jai Nitai Góra Prémanandé, Hari Hari Bol, Góra Bhakta Vinda ki jaj, Hare Krishna.